Balogh Judit és Pungar András társaságában köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez itt a Spiriten, az Egyenes Beszéd. Extra folytatjuk, ahol abba hagytuk, vagy majdnem ott, ahol abba hagytuk az ATV-n a műsort. Ott folytatom, valóban, hogy mondok egy telefonszámot, ezt ott is elmondtam, hogyha valaki akkor nem írta fel, akkor tegye meg most. Ez a Hív Juditot telefonszám, vagy hát nem. Szóval SMS lehet nálunk itt írni a 06 96 42 643-as számra. 06 96 42 643, Önök írnak egy SMS-t, akkor látni is fogják nem csak a saját készülékükön, hanem a tévékészülék alján is egy csík mutatja majd, hogy miket írtak nekünk. Úgyhogy várjuk a hozzászólásaikat ilyen formában. Azt mondja Kovács Zoltán, aki államtitkári rendfokozatban a kormány nemzetközi megjelenéséért és kommunikációjáért felel, hogy Magyarország ellen 8 éve egy hazugságkampányt folytatnak, egy kommunikációs kampányt. 8 éve folyamatosan hazudnak rólunk. Így láthatja a kormány azt, ami Magyarország körül zajlik az elmúlt években. Lehet az ő szempontjukból ennek valami alapja? Érezhetik úgy, hogy állandóan bűnbakok? Hát ez csak egy kommunikációs fogás szerintem. Tehát hogy ez a azt, hogyha nagyon mélyre megyünk, hogy ki nyúlt hozzá a médiatörvényhez, ki variálta meg az alkotmánybíróságot, ki csinálta egyáltalán itt a Magyarországon a törvényeket, akkor, ha jól tudom, kétharmados többséggel a Fidesznek van. Tehát, hogy az amit eddig csinálta, a Fidesz is közben kötelességszegési eljárások indultak ellenünk, és közben volt, amiben a Fidesz visszakozott, módosította ezeket a történeteket, akkor ez egy normális rend. Tehát általában a demokrácia nem úgy működik, hogy mindenki kussol, és akkor én meghozom az intézkedéseket kétharmados többségben. Nem, de arra szoktak hivatkozni, hogy olyan dolgokért is megkaszálják a magyar kormányt, ami másoknál simán elnézhető. Igazából teljesen mindegy, hogy taxatíve, ha megnézzük, mekkora igazságtartalma van ennek a kijelentésnek, mert egész egyszerűen arról szól, hogy a saját közegnek innentől kezdve ezt a mondatot lehet Kovács Zoltántól idézni, hogy tessék, évek óta hazudnak rólunk. És semmi más nem kell mögé tenni, nem kell semmivel alá támasztani. Ez olyan, mint egy plakátkampány? Ez elég egy állítás, és előbb-utóbb majd elhiszik? Ez a plakátkampánynak a megágyazás, illetve egy másik formája. Tehát akkor ez megint egy tudatos kommunikáció. Hát persze ez a de hiszen Soros. Tehát ez is egy jó válasz arra, de hiszen minket bántanak. Ennyi. Azt írja nekünk egy kedves néző, hogy a jobbikosok csak magyarázkodnak, ugyanolyanok, mint régen voltak. Ez utalás arra, hogy Szilágyi Györgyel, a Jobbik frakció vezető helyettesével beszélgettünk az Egyenes Beszéd végén a Kontrában, és ő elmondta, hogy nem ért egy-egy Gyöngyösi, nem Gyöngyösi Mártonat az interjút Szumf Andrásnak. De, tehát Gyöngyösi Mártonak azzal a mondatával, hogy nem volt az annyira komoly, amennyire ők antiszemitának meg cigánygyűlölőnek látszottak. Az egy politikai fogás volt. Uh-huh. Igen, most amit ír a néző, hogy magyarázkodnak, ugye nem fejti ki bővebben, hogy miben magyarázkodnak, de lényeg, hogy egyébként folyamatosan magyarázkodásra kényszerülnek valóban, és itt, amit meg is fogalmaztunk az előző részben, hogy vagy, most nagyon-nagyon egyszerűsítem, vagy hazudnak, vagy antiszemiták voltak. Tehát valamelyik térfélen, vagy valamelyik vonalon magyarázkodniuk kell. Eldönthetik, hogy melyik vonalon. Egyébként nem jutott rá idő, de azért a Szilágyi úrnak is voltak azért állításai, amik nem éppen a politikai korrektség keretei között mozognak. Például a mostani LMP-ről, vagy az akkori LMP-ről ez 6-7 éves állítása volt, amit egyébként az Origó is szemlézés tényleg valószínűleg Fidesz propagandai okokból, de azért az az állítás az elhangzott, hogy bizonyos országból a zsákmányszerzés, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, de hogy bizonyos országból irányítják az LMP-t. Tehát ilyen burkolt antiszemitizmus azért jellemző volt az ő mondataira is, meg a magyarországi Simon Wiesenthal központ bezárásáról is azért felszólalt. De nézd meg, most előjött a kormányzat Jakab Péter 2010-es megjegyzésével, ahol azt hányta, már nem is tudom konkrétan kinek a szemére, hogy miért kell egy bűnözőnek egy luxus étteremből kóser ételt szállítani, mondva, hogy a városban az az egyetlen elérhető kóser konyha. Én ebben nem látok antiszemitizmust. Tasnádi Péterről szólt. De ez mindegy is ebben az összefüggésben, kiről szólt. Pontosan egy konkrét esetről szólt, hogy a konkrét senkinek ne legyen, és elég, hogy mondjam, védhető az indoklása, hogy senkinek ne legyen előjoga ahhoz, hogy ő most neki luxus étteremből hozzanak kaját. Hát, hogy csak a drágában érkezik egy elítélt bűnöző, mint akár mondjuk a közétkeztetésben bárki. Ebben egyébként ez az egyik olvasata, csak a másik olvasata meg jellemzően mindig valamilyen izraeli, mindig valamilyen zsidó példákat hoznak fel. Tehát, hogy ez egyszerűen nem tudok lekattani erről a témáról.
És például a Szilágyi ebben nem vagyok a... biztos, hogy mondjuk ez a kijelentés nem születik meg, akár egy vegetáriánusra ítélt rab kapcsán, ha háromszor annyiba kerül az étkeztetés. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy Tastádi ebben a történetben egy kiemelt szereplő. De most csak nyilván, arról beszéltem, hogy szerintem itt egy picit a hangsúly jobban volt azon, hogy az nem létező, hogy luxus módon étkezhet egy rab. Én azt éreztem, hogy ezen volt itt kivételesen inkább hangsúly, és talán tényleg nem. Ja, az egyik nézők, hogy... bocsássatok meg, csak hogyha már biztatjuk a nézőket, hogy írjanak nekünk, akkor reagáljunk is. Azt kéri számon, hogy miért ütjük, verjük az ellenzéket, a másik meg, hogy hát Orbán hátradől és kér egy kávét, hát ezek még helyesen írni sem tudnak. Tehát nagyjából ez a kétféle álláspont kezd kialakulni, úgy látom, még az ellenzéki térfélen is, a felháborodás a hibák miatt, meg a méltatlan vádak miatt, vagy véletlenek érzett vádak miatt a védekezés. Nekem azért nem tetszenek ezek a történetek, mert hogyha azt képzeljük, mi egy szebb, demokratikusabb, jobb országot akarunk, akkor ez a kérdés nem releváns. Tehát mi az, hogy mi miért ütünk valakit bárki? Mert hogyha mi azt csináljuk is egyébként az ellenzék, Gyurcsány Ferenc is mondta ezt a nem is olyan régen a beszélében, hogy az ellenzéki újságírónak is az a legfőbb dolga, hogy beálljon és katonaként álljon az ellenzék mögé és segítse azt, akkor mi lesz azután, hogyha az a várt és óhajtott béke elkövetkezik? Akkor az az ellenzéki újságíró ki fog hinni, ha ezelőtt katona volt? Ha ezelőtt nem mondta el a véleményét, mert hallgatott? Akkor ki fog hinni? Akkor milyen országot fogunk teremteni? Az újságírónak az a dolga, hogy kritizáljon, az a dolga, hogy bemutasson, az a dolga, hogy a hatalmat ellenőrizze, és nem az, hogy segítsen. Nem arról van szó, hogy annyira elkeseredettek nagyon sokan az ellenzéki szavazók közül, hogy azt a bizonyos független újságírói szerepet, amit néhányan próbálunk még ellátni, nem fogadják el, mondván, hogy nem lehetsz független egy olyan helyzetben, amikor a kormány oldalon olyan túlsúly van, mint amilyen. Tehát nyomás alatt hogy lehetsz független, amikor önmagadban is védekezel? Én értem azt a nézői igényt, vagy az emberek részéről azt az igényt, hogy ha már annyi kormánypárti médium van, akkor igenis legyenek az idézőjelben az ellenzéknek médiumai, akik segítik az ellenzéket. Csak hogy nekünk tényleg nem ez a feladatunk. Tehát ha mi mondjuk tegnap nem számolunk be arról a helyesírási bakiról, én pont egyébként tegnap Deres Híradót szerkesztettem, 11 órakor ő jött ki ez a hír, nem volt kérdés, hogy a Deres Híradóba beszerkeztem. Nem tudtam volna tükörbe nézni, hogyha nem. Tehát, hogyha ezeket mi elhallgatjuk, akkor tényleg minden hitelességünk oda, nekünk ez van. És még akkor is, ha az ellenzéknek fáj éppen, és nekik kellemetlen, ettől leszünk hitelesek, ettől lehet hinni nekünk. Ha ezt nem így tesszük, akkor nem lehet hinni nekünk. Az, és szerintem az is tévedés, hogyha politikusok, tehát amit, csak arra reagálva, amit mondasz, hogy, nem, hogy más a helyzet, és másképp kéne cselekedni. Hát ugye Gyurcsány Ferenc is erre utalt. Így van, de minden áron akarni a hatalmat, minden áron megdönteni valamit, csak azért, hogy mert bemondom így az ultit, hogy nekem biztos, hogy jobb lesz utána, az meg kalandorság. Tehát először talán az ellenzéknek is azon kéne elgondolkodnia, hogy megálmodja azt a jövőt, ami utána lesz, vagy kitalálja azt, az image meglegyen, a gondolata meglegyen, és ez hiányzik. Egyszerűen az van, hogy minden áron akarja hatalmat, minden áron meg akarja dönteni az Orbán kormányt, és ennek a vége nem tudom, hogy mi lesz. A minden áron hatalom megdöntés akarásban én egyébként akkor annyibát nem látok. Tehát most legalább... Hát az ellenzéki politikus akarja nincs... minden áron a sikert. Neki ez a siker? Hát most legalább az sikere az... De mi van a tarisznyájában? Vannak magyarázatai. Tehát az, amit azt hiszem, hogy talán Gyurcsány Ferenc mondott, amikor ugye megint felmerült, hogy össze lehet-e fogni a Jobbikkal, vagy nem. És akkor ő azt mondta, hogy az, hogy a Jobbik felállt velük egy színpadra, az feltételezi azt, hogy a Jobbik elfogadta azt, és hogy ezek a mondjuk antiszemita korábbi hangok már nem férnek bele. Tehát az, hogy azt mondják, hogy nagyon sok mindenben nem értünk egyet, meg majd a vitáinkat majd egyszer lefolytatjuk, de minden áron össze kell fogni, azért ennek szerintem van értelme, és önmagában a hatalom akarással nincsen baj. Hát a Fidesz miből épül, persze, és miből él ebből? Nem az a kérdés. Az a kérdés, persze, akarni kell, ez az alap. De az a legfontosabb, hogy utána mit fogok csinálni. Utána mi lesz ebből az egységből? Milyen gyenge tákolmány lesz ebből a történetből? Nehéz mit akarok csinálni utána? Hát most azokat a kérdéseket vetett fel, amivel minden egyes választási kampány kezdete előtt az egész ellenzék bajlódik, és egyelőre nem talált választ. Most megint keresnek egyfajta választ, ez a most közösen, de mégis külön fellépő ellenzék képe. Na, egy másik téma.
Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága küldött egy meghívót Paul Péter legfőbb ügyésznek, érdeklődve afelől, hogy vajon, hogyha az OLAF jelentés nem állapított meg semmit, amit ő fontosnak talál, akkor a magyar kormányzat miért nem számlázza ki ezeket a tételeket az Európai Uniónak? Hogyan van ez? És erre Paul Péter elmondta a válaszát. Kedves feltelés, logikus, egyébként elég logikus. És erre Paul Péter ugye azt mondta, hogy későn kapta a meghívást, és egyébként is politikai Paul kampánynak Péter tekinti. Péter egyébként egy önmagában egy szintiszta önlenepezés. Tehát vagy azt mondom, hogy technikai okok miatt nem megyek, mert későn kaptam a meghívást, és nem is egyeztették, hanem az időpontot, vagy azt mondom, hogy nincs értelme ennek az egésznek, mert csak a kampánynak a része. Miért? Mind a kettőt későn jött nem a meghívás, és különben sem mennék, mert vagy politikai ezért nem kampány. Megyek el, vagy ezért nem megyek el. Vicc, hát annyira önleleplező különben. És akkor ezt megfejelve még, hogy mennyire önleleplező, hogy a levélben, vagy a portlevélben tulajdonképpen az áll, hogy a Jávor Benedekre céloz, hogy a Jávor Benedek a Facebook posztján nyilvánosságra hozta azt, hogy mi áll ebben a levélben, és kvázi azt sugallta Jávor Benedek, hogy neki kötelező lenne elmenni, ergo ez politikai kampány. De ezt nem sugallta Jávor Benedek. Tudom, de ez volt a levélben, tudom. De hogy ergo ez politikai kampány, és ezért nem megyek el. Tehát ha engem az Egon meghív magához, és te azt mondod, hogy az Egon ilyen vagy olyan, nem menj oda, nem tudom micsoda, és én meg nem megyek el, azt mondom, mert az Egon úgyse gondolta komolyan. Ez akkor te mit szólsz egész ehhez? Hát ez hülyeség. Én mind a kettőtökre megsértődöm, az a legegyszerűbb. Ez a legegyszerűbb. De tényleg, ha ezt az egész Enyosz ügyet megnézitek, tehát ebbe próbálnak kommunikálni, de ebbe aztán tényleg nagyon nehéz. Én nem tudom, hogy melyik választópolgár számára nem ló ki alóláb, vagy akár már az egész ló. Tehát amikor kiderült, ugye ezt is Jávor Benedek hozta nyilvánosságra, hogy be sem merjük nyújtani ezeket az Eliosz számlákat, mert tudjuk, hogy annyira tényleg bűzik az egész történet. Mint hogy a számlákat majd megvizsgálják, és újabb kommunikációs problémákkal néznek szembe, tehát inkább be se nyújtják. Így van, igen, és amikor, ez valószínűleg nem szerette volna a kormányzat, hogy ez nyilvánosságra kerüljön egyáltalán, hogy be se nyújtjuk a számlákat, de amikor ez kiderült, akkor utána azt a választ adták, hogy már 100%-ban lehívták az uniós pénzeket, és ez a 100% fölött lett volna. Tényleg ezt kihiszi el, ezt az indoklást. Tehát ebben semmi fajta logika nincs. Meg ez a hölgy, Ingeborg, nem tudom a vezeték nevét, nem ugrik be. Ennek a bizottságnak a vezetője egyébként CDU, tehát Európai Néppárt tag. Ő volt az, aki tavaly vonatozott Felcsúton. És ő volt az, akit Lázár támadott, hogy mit keres itt a, miért pont a Felcsúton az Orbán szülőfaluja környékén vizsgálódik, annyi persze nem csak ott vizsgálódott, hanem mindenhol máshol. Tehát ez a már eleve, hogyha tőle jön egy levél, az biztos, hogy elutasítja bármilyen szereplő itt a hatalomhoz közel. Úgyhogy ez a valószínűleg ezért nem is ment. Azt írja nekünk egy kedves néző, hogy emlékezzünk arra, és Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt miket beszélt, ezt a Jobbik számon kérése kapcsán idézés, hogy teljesen más tesz most. Ugyanúgy benne van a politikában, gondolom erre utal. Nem kell 20 évvel. Egy politikus gondolhatja teljesen másképp. Egyébként én nem is azt mondom, hogy ne gondolhatná másképp. Tehát akár a jobbikosoknak is 10-15 év alatt egyébként megváltozhat a véleménye, csak legalább próbáljunk meg őszinték lenni, akkor a 10 évvel ezelőtti önmagunkhoz, hogy az valójában milyen volt. Tehát, hogy visszafelénál próbáljuk. És van egy olyan vonal, hogy soha nincs olyan, hogy valakit a származása, bőrszíne vagy bármi alapján megkülönböztetünk. És lehet mást gondolni különböző dolgokról, de azért van egy ilyen határ, hogy bizonyos határt nem lépünk el. Nézd meg, amire nagyon sokan azt mondják, hogy antiszemita kampány, mások, akár Netanyahu izraeli elnök is azt mondja, hogy nem az. De közben a kormányzat minden egyes alkalommal, amikor lehetősége nyílik ezügyben megnyilvánulni bármiért, mindig elmondja, hogy nulla tolerancia bármiféle antiszemita megmozdulással szemben. Tehát próbálja magától nagyon messze távol tartani, nem úgy, mint a Jobbik hajdanában, hogy bárhogyan is antiszemitizmusra lehessen joggal vádolni, mert hát hiszen mi mindig elmondjuk, hogy semmit, soha semmilyen módon. Hát a Jobbik nem bajlódott ezzel. Nem, egyébként, hogy ez a Unió ellenes kampány, meg Soros György ellenes kampány mennyire antiszemita vagy nem, nekem nagyon fontos az a cikk, ami megjelent Finkelstein kollégájában. Birnbaum, így van, pontosan. Én azt gondolom,
hogy az a legnagyobb igazság, amit egyébként az elmúlt években olvastunk. Mert ez teljesen őszintén leírja, hogy az egész soros hát történet hogyan épült fel. Hát az egy önpromóció volt nyilván, tehát saját magát fényeztetett, neki fontos volt, hogy elmondja a frankót, igen. Jó, igen, de az szerintem egyébként nagyon igazság, mert ezt látjuk leképeződni a gyakorlatban, és abban ugye az szerepel, hogy tényleg nem volt szempont az ő származása. Tehát ez annyira fel sem merült az egész történetben, mert nem ez volt. Kerestek. Nem ez, így van. És az, hogy történetesen egyébként a származás, tényleg nem játszott. Kínos-e az? Hajlamos vagyok elninni. Egy másik téma. Kínos-e az, hogy a Párbeszéd költségvetése csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz? Úgy tesz ismeretlen tettes ellen feljelentés, hogy közben egy sajtótájékoztatón Palkovics Lászlót megnevezi, mint azt az akadémikust, aki ma miniszter, és éppen az akadémia feldarabolása, átalakítása ügyében jár el, és azt a minisztert, aki akadémikusként állítólag 8000-et vett fel havonta mindenfajta teljesítés nélkül. Ugye Mellár Tamás képviselő tartott az ügyben sajtótájékoztatót. Ez most kínos Palkovicsnak, a miniszternek, kínos mondjuk az akadémiának, amelyik fizetett, vagy az akadémia egyik intézetének, amelyik fizetett. Ez és mire Palkovicsnak kínos azért elsősorban. Bár az akadémia hitelességét is egyébként meg tudja hallgatni egy picit, hogy ők meg miért nézik el, és ez milyen fajta szervilizmus, hogy inkább hallgatok arról, hogy egyébként én tudom, hogy jogtalanul fizetek, de hát ha jobban bánik majd velünk a miniszter. Ugye ez egy fura helyzet, mert ha igaz a vád, akkor Palkovicsnak igaza van, hogy valamit tenni kell az akadémia rendszerével szemben, mert folyik ki a pénz, és hát sokkal hatékonyabban fel lehet használni. Pont ő lehet a bizonyíték arra, hogy ez így ez van. Ez de érdekes, ahogy visszaér önmagába a történet. Egyébként nagyon sok kormányzati intézkedés mögött az van, hogy van valami igazság, tényleg lépni kéne ezen a területen, csak ők úgy lépnek mindig, hogy egyszerűen hambe kaplak, megeszik a területet. Tehát amit most is csinálnak, hogy alapítványba szervezik ki a tudományos életet, az lényegében arról szól meg, ahogy a Corvinusnál is történik, hogy a még létező kormány által nem ellenőrzött műhelyeknek rá lehet itt tenni a kezét a kormányzatnak. Igen, csak hogy egészen talán két nappal ezelőttig azt hittük, hogy tényleg arról szól, hogy az alapkutatások mennyire működnek jól, mennyire nem, mennyire hasznosak, és abban lehet, hogy lehetnek utakodni, hogy tényleg mennyire hasznosak, mennyire nem látom át ennyire ezt a területet. Csak amikor kiderül, hogy az előterjesztésben egyébként az szerepel, hogy az akadémia adja át a vagyonát, akkor így elkezd gondolkodni az ember, hogy Jézusom, lehetséges, hogy ez mindössze arról szól, hogy iszonyatosan értékes ingatlan. Hát vannak a tudományos akadémiának, hogy tényleg még csak nem is arról vitázunk, hogy mennyire hasznos a tudományos életünk, vagy mennyire nem, hanem pusztán értékes ingatlanokról, hogy ennyire piti lenne az egész történet. De hogyha a kormányzati mechanizmusokat nézzük, csak mondjuk a TAO pénzek, a kulturális TAO története. Vannak visszaélések a kulturális TAO területén? Igen, vannak olyan intézmények, akik egyszerűen hasukra csapnak és beírnak valamit, és akkor így kapnak pénzt. Mit csinál a kormány? Az egészet eltörli. Tehát, hogy egyszerűen, és nem tudom, sokszor eldönteni. De miért van ez? Ez egyébként egy... Sokszor nem tudom eldönteni, hogy milyen érdekek vannak a háttérben, de az, hogy soha nem bajlódnak a kis apró szöszökkel azzal, hát hogy... Hát a finom munka hogy nem igen, az nem. Tehát ők, ahogy az Orbán is csinálta mindig, és soha nem felejtem el Kovács László, a 2000-es évek elején mondta azt, hogy az Orbánra milyen jellemző, vagy 90-es évek végén, mikor még az uniós tárgyalások mentek, hogy kiment Brüsszelbe, és ilyen ős magyarként bevágta a baltát az ajtóba. Ez általában a Fidesznek a magatartása. Mindig lerohan, mindig gyilkol, mindig üt. De finom munkát tett az, hogy a festés... De megteheti azért, mert nincs ellenállás. Mert ugye ez itt az elmúlt egy-két hétben gyakran előkerülő témaként szerintem a kedves nézőknek nem is új hír, hogy a különböző társadalmi csoportok nem állnak ki egymás mellett. Hogyha valaki nem figyeli azt, hogy mi történik, akkor is rá kell jönnie arra, hogy amikor a pedagógusok kimentek, akkor az egészségügyi dolgozók nem mentek ki. Amikor az egészségügyi dolgozók kimentek, akkor a pedagógusok nagy nehezen valamennyire, de igazából nem. Most, amikor az akadémia van bajban, akkor joggal kérik számon az elmúlt éveket, mondjuk a filozófusok azon a egykori akadémiai elnökön, aki most megszól a Pálinkás Józsefen, hogy akkor miért nem szólalt meg filozófusként, akadémiai tagként, áldozatok voltunk. Tehát, hogy itt... Az akadémikusok hol voltak a egészségügyi dolgozók tüntetésén? Vagy bármelyikben, amiben megszólalhatnak, mert ugye pont azért akadémikus, mert rálát, érti, tudja. Legalábbis az akadémia bizonyos kutatói nyilván látják, hogy mi van az egészségügyen, mi van az oktatásra, hiszen mondjuk adott esetben szakterületük. Ezért tudja a baltát belevágni az asztalba Orbán Viktor, hogy ennél a képnél maradjunk.
Mert hogy senki nem pattan fel az asztal körül, hogy csak az, aki éppen érzi. Egyrészt meg is teheti ebben azt hiszem, hogy tökéletesen igazad van. Másrészt szerintem érdekel, és maradjunk ennél a képnél, érdekel belevágni a baltát az ajtóban méghozzá azért, mert a saját szavazott tábora nem szeretne nagyon cizánált, nagyon bonyolult mondatokat hallani. Nekik tetszik ez az ős magyar virtus. Nekik kifejezetten tetszik. Meg talán nem tanultuk. Tehát, hogy ez valahol szerep is, még ha egyébként hozzá is tudnának nyúlni sokkal finomabban egy témához, mert nem hiszem, hogy le tudnának. Na jó, de ezzel Orbán Viktor a kompetens vezető, aki, hogyha probléma van, akkor megoldást talál. Így van, de úgy, hogy ott ő rendet vág, és ez nagyon sok embernek szimpatikus. Nincs egyrészt másrészt, hanem kész. Így van, igen. Csak ez bizonyos területekre, tehát árvíz van, akkor így kell csinálni. Ha valamilyen vészhelyzet van, ezt kell csinálni. De hogyha a demokráciát játszunk, akkor az kell, hogy igen, ez bonyolult dolog, ezt mindenki elmondta, de hogy le kell ülni, tárgyalni András, kell. Ha árvíz van, azt tudod, viszi a házadat. Tehát nagyon jó, hogy valaki lerakja a homokzsákot, és segítenek az emberek, hogy körbepakolják. Az összes a demokrácia kell. Nem viszi a házadat. De azt mondod, hogy akkor kell a keménység, máskor meg nem. Az akadémikusok, az egy nagyon-nagyon jó példa. Talán vagy az Indexnek, vagy a HVG-nek az élő közvetítését néztem a demonstrációról, amikor az MTA körül volt az élőlenc. És ugye megszoktuk, hogy az ilyen élő közvetítéseknél van mondjuk 10%, akiket mondjuk Fidesz-trolloknak neveznek. De itt nem 10% volt. Sokkal nagyobb arányban, és én azt éreztem, hogy nem csak a úgymond trollok, hanem legalább 30%-ban voltak olyan típusú hozzászólások, de most az akadémikusok azért sírnak idézőjelben, mert majd el kell menniük dolgozni. Nagyon távol van az emberektől az, hogy mit csinálnak ott a tudományos akadémián, én ebből semmit nem látok, ezek életükben úgymond nem dolgoztak. És ehhez a területhez, amit egyébként az emberek egyébként sem értenek, ehhez a területhez ilyen keményen hozzáállni, ez nagyon sok. Hát ugyanaz, mint a kultúra, ugye számon kéred a TAO-t, de nagyon kevés az a kultúra iránt fogékony néző, aki fel tudná sorolni azokat a kis együtteseket, igen, amelyeket a TAO hiánya konkrétan összedönt. Igen. Az Operett Színház, az Operaház, a nagytársulatok, akár a fővárosi nagytársulatok, és Katona József Színház, ezeknek nem lesz gondjuk, túlélik. A piciknek lesz gondjuk, az meg kevésbé fog fájni. Egy kedves néző egy nagyon fontos dolgot vetett fel, és a végére én ezt hadd hagyjam. Nagyon hosszú, és most pont nem az fut a képernyőjén, és én is onnan puskázok ám, így nem fogom tudni pontosan idézni, de azt mondja, hogy mi a Jobbikot vegzáljuk a múltbeli dolgai iránt, miatt, és nem azzal foglalkozunk, amit most csinál, ráadásul az aktuális igényeknek megfelelően tesszük fel a kérdéseinket. Ami egy érdekes meglátás, mi gondolhatunk erről, amit akarunk, de a néző így érzi, az a fontos, hogy ő úgy érzi, hogy mi most valaminek megfelelünk, amikor számon kérjük a Jobbikon, hogy náci volt vagy sem, hogy... A hitelességét kérjük számon. De minek felelünk meg? De épp ez... Egyfajta lányt a kormány által támasztott igénynek, vagy akár az ellenzék által támasztott igénynek, hogy ezzel a múltjával a Jobbiknak nem tud egyezni, ezzel az új Jobbikkal meg igen. A kormány meg ugye azt mondja, hogy ez a Jobbik ugyanaz, mint volt régen, tehát a Jobbik helyzete, az persze, az most téma. Én gondolom, erre utal a néző. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hosszú távon előrébb tudjon jutni a Fidesz, a Jobbik, ahhoz tisztáznunk kell, hogy honnan indultak, és mi a viszonyulásuk ehhez. Tehát szerintem ezekkel a beszélgetésekkel az igazságot keressük, és akár ez segíthet ahhoz, hogy a Jobbiknak merre van tovább az útja. Tehát semmilyen érdeket nem szolgálunk. Van itt egy furcsa félmondat, nem azt elemezzük, hogy mit tesz az országért a Jobbik már sok éve. Az egy érdekes kérdés. Ugye az összes ellenzéki pártnak pont ez a problémája, hogy nagyon nehezen megfogható, hogy igazán mit tesznek, mert nagyon nehéz sikeresnek lenniük egy kétharmaddal szemben. Hát ők nehezen tudnak bármit konkrétan tenni, hiszen ugye nincsen eldöntés az oi szerepben. Persze. Erre csak megint azt tudom mondani, hogy nem az egy pártnak a múltja meghatározza a jelenét, tehát főleg akkor határozza meg leginkább a jelenét, hogyha átlépett egy olyan határt, ami tilos, normális demokráciákban átlépni. Ezek után kevésbé hiszi el annak a pártnak az ember azt, hogy bármik, ha jót akar, akkor is. De még akár én is hiszem, de attól még tisztázni kell a múltat. Persze, még persze, de az meg, hogy a jelenben mit csinál a Jobbik, azt azért igazán tényleg nem tud mit csinálni. Ózdon kívül nagyon kevés olyan hely van, ahol Jobbikos polgármester Tapolcán. Lenne. Tapolcán, igen.
ahol egyszerűen tehát nem lehet felmérni azt, hogy mit tesz. Mit tesz a Jobbik? Azt, hogy felszólal az országgyűlésben, oké. Okay. És még mit? Mi az a kézzelfogható történet, amire azt mondják, tudom, ez ellenzéki pártnál elég nehéz. Hát pont ezek között a teljes ellenzék, hogy hogyan tudja láthatóvá tenni önmagát, és hogyan tud sikerre menni. Na, a végére hagyjunk egy olyan témát, ami egy kicsit könnyedebb. Én nem teljesen értem, de lehet, hogy ti értitek. Tömegesen jelentkeznek a Red Bull Airrace megrendezésére a magyarországi települési, mint a Tarlós István egy fővárosi nyomásra azt mondta, hogy már pedig Budapesten nem lesz ebből több. Most Zamárdi, de a Belencei tó is jelentkezett korábban, és ha jól emlékszem, a Dunakanyarban is volt, csak ott rögtön le is fújták, hogy a Dunakanyart nem tesszük tönkre. Ezben mi a buli? Azoknak, akik erre most jelentkeznek, mert ugye azt látjuk, hogy mi volt, ami de ez Budapestnek is buli lett volna ilyen alapon. Szerintem egyébként a valóságtól teljesen elrugaszkodott, bocsánat, elnézést minden településtől. Szóval a valóságtól teljesen elrugaszkodott bármelyik településnek az erre való jelentkezését. Gondoljatok bele, ha Budapesten ilyen iszonyatos káoszt és fennakadást és tébolyt okozott, akkor mit okozna bármelyik másik településen? Tehát nem életszerű. Balaton mint hogy azt hiszem, a szervezők mondták is talán egy-két településre, hogy biztos, hogy nem, mert egyszerűen nem lehet megvalósítani. Tehát, Nem tudom igazán, hogy mi jár a fejükben. Gondolom, ez a turisztikai történet, és gondolom a másik oldalnak a fejben meg az jár, hogy a budapestiek nyugalma, önkormányzati választás, úristen, nehogy ez elvigyen szavazatokat, mert elég sokat kiabáltak az emberek amiatt, hogy állandóan itt zümögött a fejük fölött egy repülő. Tehát, hogy a politikai betélet engem is jobban érdekel egyébként, hogy vajon, ha nem választási év van, akkor is meglépte volna azt a Tarlós István, hogy azt mondja, hogy nem. Judit, tavaly megígérte. Azt mondta, hogy többé nem lesz Budapesten. Azt mondta, hogy ilyen módon nem lesz még egyszer. Hogy ott azért egy kis kaput különben. Egyébként vidéki városokban lehet azt mondani, lehet azt kommunikálni, hogy én elhoztam nektek ezt a világ hírű rendezvényt ide hozzátok, az első évben még nem lesz belőle baj. De már ezt nem kell mondani, csak azt tudom, hogy az első évben még mindenkit a szájtátva fogja nézni. A második, harmadik évben már kicsit már gond lesz vele. Nagyon de idén van önkormányzati választás, tehát Andrásnak igazán az első évet kell kivinni, és a Tarlósnak is az első évet kell kivinni ezt, a mostanit. Nem, neki más, mert ugye annyi embernek volt elege, hogy szerintem azért a Tarlós pontosan megmérte ezt. Mindenki önkormányzati választási megfontolásban többet nyer azzal. Igen, és fogta, és megnézte tavaly, mennyien műzöntek, háborogtak miatt, hogy nem lehet közlekedni, hogy viszontosan hangos, ez pontosan bemérte, hogy ez neki többet hoz, mint visz. Na még egy valamit a kedves nézőknek is, lekvár jellegű az ellenzék, mit várunk tőle. Kedves néző, azt írja, lekvár, hát ilyen puha, nincs ellenállása, ilyen. Hát, ez az ellenzék, ez most éppen, hogy szeretne keményebbnek mutatkozni, és szeretne valamit tenni. Jó, hát a hétfő az nem volt egy sikernap, jó. Tehát szerintem az egy összességében mesélyes nagyon szomorú nap volt az ellenzék szemben. Tehát ha nekem valaki megmagyarázza, hogy miért a Suzuki ellen küzdünk, tehát ez soha nem fog megérteni. Hát annyira nem volt meggyőző, nem volt emblematikus, nem volt ereje. Marjó László érve, amit itt elmondott, hogy nem véletlenül a Suzuki rögtön jelezte, hogy nem él a 400 óra adta lehetőségekkel, az nem érv? A Suzuki részéről, aki kijött, ő nem azt mondta, hogy na azért, mert idejött az ellenzék, nem fogunk élni majd vele. De deklarálta, hogy náluk nem lesz 400 óra. Eddig 250 óra volt náluk a megengedett, és ezt sem használták ki. Az a baj az ellenzék. Hát nem volt probléma. Elmentek megoldani problémát egy olyan helyre, ahol úgy tűnik, hogy nem volt probléma. Na, nagyon fontos pillanatnál járunk, az utolsó 10 másodperc. András megmondja, mi a baj az ellenzékkel. Nem oldották meg a problémát. Egyetlen példát mondok. Ki volt az, aki a túlóratörvény miatt kihirdette azt, hogy mindenki fordulhat hozzá jogsegélyszolgálatért. Bárki, aki akar. Az a Fidesz volt. Itt a vége. És miért nem az ellenzék? Nem mondom, hogy fuss el vége, mert jön mindjárt a híradó, aztán pedig jön majd pillanatokon belül a híradót követően a Fórum Szolzsánszky Ferenccel. Úgyhogy maradjanak a Spirittel, maradjanak az ATV-vel. Szép estét kívánok nektek, pedig köszönöm a beszélgetést. Viszont!